Vajon hol találok most új ellenfelet, aki majdnem méltó lesz? Nézzen szét a kanálisban. Sziasztok gyerekek, ez itt a Gaming Kanál is, én Guszti vagyok. Hát egy jó ideje lógtam már ezzel a videóval nektek, hogy hogyan kell mégis belőni a shadereket a Minecraftbe. Nem is nagyon van magyarul ilyen videó, ha jól láttam, úgyhogy mindenféle mellébeszélés nélkül vágjunk is bele. Na most bármilyen furcsa, meg kell, hogy nézzétek majd a videó leírását, tudom, hogy ez nem szokás, de tessék megnézni. Ugyanis ezúttal lesz ott két link. Ezek a dolgok fognak kelleni az, hogy belőjük a shadereket. Tehát az egyik link az egy Optifine HD 9. HDU9 nevű program lesz, egészen pontosan, ami vezérli a shadereket. Download Optifine 188 HDU9, ide kell lejönnötök, jó? Picit letekertek, itt a két zöld bizbasz alatt lesz. Azt mondja, rányomtok a downloadra vagy a mirrorre, tök mindegy, melyik a reklámokat nyomkodjátok el, az a lényeg, semmit nem kell elfogadni, semmiben nem kell belemenni, ne vegyétek le a melltartókat, ne üljetek be idegen autókba, jó? Tehát ezt nyomkodjátok ki szépen, leszeditek, kész. A másik link, az maga a shader csomag lesz 1.88-as Minecrafthez, amiben ilyen 30-40 shader van, nem tudom pontosan, ez 2,13 MB-t kóstol, ezt is letöltitek. Miután ezek megvoltak, itt így fogjátok őket látni. Lesz egy zip fájlotok és lesz egy Optifine vezérlő programotok, valamint bele kell lépnetek a Minecraft mappájába, ami általában a C, users, nevetek, appdata, ez egy rejtett mappa lesz, roaming Minecraftben található meg. Oda szépen csináltok betűre pontosan egy Shader Packs nevű mappát. Hogyha nem akartok csinálni, bejöttök a cipbe, és itt már a csávó megcsinálta, ugyanis a shadereknek a Shader Packs nevű mappába kell lennie a Minecraft mappán belül, tehát nem még 28 al mappába. Minecraft, Shader Packs, azon belül a shaderek. Ezekhez nem nyúlsz, nem kell semmit kibontogatni, semmit nem kell csinálni. A Shader Packson belül már így ömlesztve legyenek itt a shaderek, ennyi a lényeg. Ha még nem indítottad el a Minecraftedet azon a számítógépen, ahol most ülsz, magyarul friss Minecrafted van és még soha nem indult el, akár előtte indítsd el és lépjél ki belőle, hogy létrehozzon bizonyos fájlokat, amik kelleni fognak a shaderekhez, illetve egészen pontosan az Optifine-nak. Ugyanis a következő lépésünk, ha már egyszer elindítottad a Minecraftet, az az, hogy feltelepíted az Optifine-t, ez egészen pontosan ennyi ideig fog tartani. Miután ez megtörtént, akkor már ráindíthatunk a Minecraftre, és meg tudjuk nézni, hogy mindent jól csináltunk-e. Igen, nem hagytam ki semmit. Rányújtok a Minecraftre. Nagyon fontos, hogy bejöttök az Optionsbe, legelőször, mielőtt bármit csináltok a Video Settingsnél, a Performance-nál. A Fast Render az alapba on-on lesz. Ezt off-ra kell állítani, szigorúan off-ra kell állítani, különben nem fognak működni a shaderek. Berakod off-ra, és a shaderseknél alapból ugye off-on lesznek a shaderek, itt vannak, lehet 20 féle millió shader közül válogatni, egyik jobb, mint a másik, én a legalsót szoktam használni, de nézzük is meg, hogy valóban működik-e ezen beállítások és ezen dolgok elvégzése után a cucc. Tehát alapban így néz ki a Minecraftünk. Igen, ez a Genesnek a kilátója. Nyomtak egy Escape, Options, Video Settings, és hogyha a Fast Rendert itt lekapcsoltátok, még egyszer mondom szigorúan a Performance menüpont alatt, akkor a Shaders menüpont itt meg fog jelenni, és itt lesznek a shadereitek gyönyörű szépen, ami nagyon szépen néz ki, ajánlom ezt a Sildur's Vibrantot, vagy pedig a Zeusnak a shaderjeit, azok egészen gyönyörűek, mondjuk a legalsót szoktam használni, mindjárt megmutatom azt is, de a Zeus se nyújt éppen egy elhanyagolható látványt, tehát ha már Minecraft-eztek, akkor így érdemes Minecraft-ezni ennyi év után, főleg akik régi motorosok a Minecraft-be esetleg. De ismétlem, ami nekem nagyon tetszik, az a legalsó, és egyébként készítettünk is egy shader bemutató videót, hogy melyik körülbelül milyen, és hogy mit kell várni tőle úgy mégis, azt megtaláljátok itt, ez kattintható lesz a dolog, valamint a videó leírásában is szerepelni fog. Ez a legalsó, amit én szoktam használni, hát ez is egy nagyon jó dolog, és akkor ezt tudjátok szépen finom hangolni, hogy melyik shader az, ami elnyeri a ti kegyeiteket, úgymond. Miután ez megtörtént, gyakorlatilag semmi más dolgotok nincs, mint élvezni a játékot.
Azt azért még hozzátenném, hogy azért ezt Pentium 2-n ne próbáljuk ki. Tehát azért egy kis energia, egy kis vas kell azért a shadereknek, de azért a mai gépek zömén szerintem el kell, hogy menjen szépen. Úgyhogy nem hiszem, hogy probléma lenne vele. Ha mégis, akkor várom a kommenteket, kérdéseket, nyugodtan írjatok, levelet keresetek meg Facebookon, Gmailen, YouTube-on, Steam csoportba, mindenhol, ahol csak meg tudtok találni, és nagyon szívesen válaszolok, hogyha esetleg valahol elakadnátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Guszti voltam Gaming Kanálistól, sziasztok! És egyből a főképernyőn, a displaynél a legacy rendere bepipálod. Ugyanis ha ezt nem teszed meg, akkor több mint valószínű, hogy valamikor a játék során lefagy vagy kidob. Így ezt a DLM...